Sziasztok! Az elmúlt időszakban, amint láthattátok a csatornán is, sokkal többet csézek, mint azelőtt. Sajnos ez nem mindig kellemes élmény, mivel mostanában rengeteg csalót kapunk. Mindezt annak ellenére, hogy a Valve az ugye kihozta ezt a Trusted módot, ami egy megnehezíti a streamelés cserébe, úgy néz ki, hogy a cheaterek ellen nem ad semmit. Úgyhogy fantasztikus a helyzet. Tényleg úgy néz ki, mármint az én olvasatomban, az én tapasztalatom szerint, hogy leginkább a trust faktor az, ami befolyásolja, hogy milyen ellenfeleket kapsz, és hogyha rossz ellen, vagy hogyha rossz a trust faktorod, akkor nagyon könnyen belefutsz csalókba. De hogyha nem, különben az a gyanom, hogy akkor is. Mondom, nekem az a tapasztalatom, hogy most sokkal-sokkal rosszabb a helyzet, mint eddig bármikor, de nézzünk meg pár Overwatch videót, hát ha jobb kedvünk lesz, vagy legalább egy pár csalót kirakunk a közösségből. Jaj, banizással kezdődik, és scouttal folytatódik, ez sose szokott jól elsülni. Nagyon, nagyon magabiztosan megy, úgyhogy aztán befut az ülésre a kóra késsel. Jó. De azért, hogy ne legyen kétségem, megpróbálja falon át ellőni az embert. Ez megy mostanában, basszus. És az a durva, hogy nem is kell tovább nézni egy demót ennél. Mert ez már magában, ez nem olyan dolog, amire azt mondod, hogy hát véletlen, meg szerencséje volt, meg mit tudom én. Meg leinfózták neki a társai, hanem pontosan tudja, hogy mi van, de legalább lehet, hogy különben csalnak is ellene, de hogy őszinte legyek, megérdemli. Na jó, ennyit erről. Ez egy gyors demo volt. Ja. Hát ez gyorsan végigtekertem. Aztán Aim Assistance biztos van, Vision Assistance van. Others is belejelöljük, csak hogy megkapja. Griefingre nincs. Na csá! Megint a Scout. Mindig a scout. Hogy állunk? Második körben mondjuk még elmegy a scout. Ráadásul, hogy nézem, bukott. Hát mindig gondolkodom azon, hogy minek nézem ezeket, mert ez viccnek is rossz. Hát oda tart. Borzalom nézni. Kis prefire-ban nem találta szerintem senkit, de...
Azon gondolkodom, hogy mikor nézném így a falat, de ez semmikor. Egyszerűen ez... Már megint az elején eldőlt, hogy ez most csalás, vagy nem. Megint a scout, és ez már nem echo kör. Mi volt ez? Már itt valami trigger, vagy nem tudom, de hát... Ez nem találja el. Jó, hát mit tudom én, mi történik itt, az biztos, hogy PH-zik. Ezt meg eltalálja. Jaj, hát mondom, sok értelme nincs nézni ezeket. Majmok. Na! És a végig tekerjük, aztán annyi. Borzalom. Borzalom, ami itt megy. Jó. Jaj. Két csalót azonnal ki lehetett szórni. Itt meg... Ezzel kezdünk, komolyan. Jézusom. Minek? Az ilyeneket? Ilyeneket miért dobja egyáltalán be? Jó, mondjuk tudom, már beszéltünk szerintem erről, de hát akkor is... Ez nem teljesen értem, hogy mi ebben a játék, de hát mindegy. Hát igen, bonyolult értékelni ezt is. Hoppá! Ez egy wingman meccs, ahogy nézem. Egyszerűen nagyon értek ezekhez a dolgokhoz. Úgy tartja a célkeresztjét, mint én. Lábra céloz. Nagyon trükkös. Ő extrémen lábra céloz. Érdekes, hogy... Utána... Mi? Konkrétan lokkol. Hát lokkol! Lokkol! Jézusom! Nem nagyon sokáig kellett ezt a demót sem nézni, kiderüljön, hogy mi van. De szerintem ez nagyjából be is mutatja azt a helyzetet, ami van. Ez a crosshair placement. Ez mi? Hopp! Hopp, hopp, ott van, ott van, ott van! Na, hogy old meg ezt a szituációt? Hát ez... Nehéz volt.
Jézus. Na jó. Nem nézzük tovább ezt sem, mert most minek. Megvan a verdikt. Szóval megint van egy játékosunk, aki nem tud játszani. Rossz helyre tartja a célkeresztet. És aztán mégis falon át rátart az emberre, sőt ráállokkal, úgyhogy... Ez egyik, ez a másik. Ezt is. Bejelöljük. Aj. Miért? Miért nézem ezeket? Tényleg, esküszöm, ez lesz az utolsó ilyen Overwatch-os izé. Mert hogy értelme nincsen, az fix. Na most mi? Tippeljünk. Tippeljetek. Szerintetek csal? És még csak a warm-up van. Mi lehet? Vajon mi lehet? Na jó, már ennyi elég ebből. Ez borzalom. Na jó, legyen még egy utolsó. Remélem ez most nem annyira... Office. Valószínűleg ez is elég egyértelmű lesz. Ráadásul megint warm-up-ba vagyunk. Ja, nem tudunk a körhöz ugrani. Bunny Bunny. Egy de bátor. Menjünk legalább be. Hát bátor, egyenlőre ennyit tudunk mondani. Hát meg nem túl okos, hogyha nem vesz fegyvert. Azt is tudjuk mondani. Nagyon úgy tesz, mintha alapos lenne, de ez nem jelent semmit. Vagy nagyon ügyes. Auto weapon switch megzavarta. Rávesz az AWP-re most már. Megint sétáló emberre prefire-ről. Ez csak meg még egyszer, nem tudjuk ezt még egyszer megnézni. De mindegy, szóval én úgy láttam, hogy... Megint nem lesz itt neki meglepetés, szerintem. Hát mondjuk észreveszi a... Még akkor miért nem fejbe lőtte, azt nem lehet tudni. Na mindegy, szóval ilyenkor úgy tesznek szerintem, mint hogyha... Mondjuk hihetően tesz úgy, mint hogyha nem csalna. Aztán persze... Várjuk ki a végét.
Szóval legalább próbál úgy tenni, mint hogyha nem csalna, az biztos. De hogy csal-e tényleg vagy sem, azt még nem dönteném el. Van egy scoutja biztos, ami biztos. Az előbb azon gondolkodtam, hogy miért nézett be abba a sarokba, hogy kidobtak egy molotovot, ami nem égett abba a sarokba, de hogyha ott lenne a társa, akkor biztos nem dobnak egy ilyen molotovot a terrorista, úgyhogy nem nagyon tudom ezt értelmezni, majd kiderül, hogy ez jelente valamit. Mindig benéz. Nem, az a baj ezekkel a lövésekkel, hogy amikor valaki kifut rád egy sarok mögül, és rád merőlegesen mozog, és te dezivel elkapod fejbe, akkor vagy nagyon-nagyon ügyes vagy, tényleg nagyon-nagyon ügyes, vagy már tudod, hogy ki fog futni, és különben még ahhoz is elég ügyesnek kell lenni. Hogyha látod, hogy fut, tehát, hogyha wallhack-kel, akkor is mondjuk ezek szép lövések voltak, de ha nem, akkor meg szinte lehetetlenek. Na, kivételesen be fog nézni megint. De most... Az érdekes az, hogy eddig mindig az volt, kijött, jobb falon végigment, főleg erre izére tartott, és benézett. Most bal falon maradt, és lelassított. És megint fura volt a dolog. Mindegy 7 óra vezetnek, de normális fegyvert még nem vett a gyerek. Ugye alapból lábra tart. Új útvonalat választott, és végigfut. Nem szarozik. Végigfut. Sose járt még erre, nem tudja, hogy hogy védik, de végigfut. Történik itt. Na, tehát hogyha naívabb ember lennék, azt mondanám, hogy nem wallhack-kel, de nem vagyok már ennyire naív, mint régen voltam. Hát nem tudom, az a banizás, ezt nem tudom én eldönteni. Fogjuk rá. Na, de ez legalább egy érdekesebb kész volt, itt legalább nem annyira egyértelmű minden. Majd kommentbe írjátok le, hogy szerintetek volt-e valami.